Szokásos éves tájékoztatójában Font Sándor országgyűlési képviselő ismertette azokat a fontos döntéseket, melyek 2010 óta ahhoz kellettek, hogy helyreállítsák a költségvetési egyensúlyt, és elérjék, hogy fejlődő gazdasági pályára álljon az ország. Ez mára lehetővé tette azt is, hogy a nyugdíjasoktól az előző kormány alatt megvont 13. havi nyugdíjat visszaépítsék. A 2 évvel ezelőtti gazdasági teljesítő képesség birtokában azt vállalta a kormány, hogy évente egy-egy hetet vissza fog tudni építeni a 13. havi nyugdíjból, azaz 4 év után a teljes 13. havi nyugdíj visszakerülhet. És most van jövőre, tehát 2022-ben a második heti nyugdíj kerülne visszaépítése, azaz a havinak a fele, amit elvettek a Gyurcsány kormányzat alatt. Ez garantált, ez törvényben van. Azonban most van egy kacérkodás, és szerintem a miniszterelnök úr fog győzni, abban a kérdésben, hogy van-e olyan teljesítő képesség a magyar gazdaságnak, hogy ne csak a második, hanem a harmadik, esetleg a negyedik heti, azaz a teljes összegű 13. havi nyugdíjat is már 2022. februárjában vissza lehessen adni. Ez 372 milliárd forint plusz kiadást jelent majd minden évben az ország költségvetésében, mely jelenleg komoly vitatárgyát képezi az országgyűlésben. A kormányzat azonban nem csak a nyugdíjasok támogatását tartja fontosnak, hanem a fiatalokat is segíteni kívánja, hiszen a 25 év alattiak személyi jövedelemadó mentességet fognak kapni 2022-től, de a gyermeket nevelő családok is újabb támogatásra számíthatnak a következő évtől. A legnagyobb tétel az nem kérdéses, hogy a jövőre bevezetendő gyermeket nevelő szülők 2021-es évben befizetett személyi jövedelem adójának a teljes összegű visszafizetése. Ez 600 milliárd forint, ez már nem kis tétel, ez 600 milliárd forint, több százezer ilyen családról tudunk, aki 18 év alatti gyermeket nevel. Az országgyűlési képviselő mindemellett arról is tájékoztatást adott, hogy az adókedvezmények bevezetésén túl a kormányzat több szektor számára is béremelést kíván végrehajtani a 2022-es évtől. Ápolóknak januártól szólnak ezek a döntések, 21%-os béremelés, a bölcsődei dolgozóknak 20%-os, szociális munkásoknak 20, kulturális szektorban dolgozóknak 20, és megjegyzem, ha bár itt most már kiskörösen csak a rendvédelmi testületeknél fontos ez, az úgynevezett fegyverpénz, így nevezi a szakirodalom, ez egy nagyon jelentős 172 milliárd forint országosan ennek a összege. A rendvédelmi szerveknél dolgozók egy extra juttatást fognak még kapni.